Kibővítették a sétányt, új szoborcsoportot avattak Nyírbátorváros történeti sétányán. Egészségre nevelnek, több mint 12 millió forintból épült Kondi Park a Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola gimnázium és kollégium udvarán. Érték lett Sebestyén Sándor munkássága, a lúnyai szobrászművész alkotásai már a nyíregyházi települési értéktár része. Több éves projekt zárult le Nyírbátorban a kibővített várostörténeti sétány átadásával, de a polgármester azt mondta, időre van még szükség, mire a természet is visszaveszi a területet. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A papok rétjén elvégzett beruházás eredményeként a város új köztéri szobrokkal gyarapította az épített örökségét, és emellett egy jelentős zöld fejlesztést is meg tudott valósítani. Így néz most ki a papok rétje Nyírbátorban, ahol a római katolikus minorita és a görög katolikus templomot egymással összekötő várostörténeti sétányon új szobrokat avattak. A Bátori család tagjait ábrázoló szoborcsoportban megtalálhatjuk Bátori Miklóst, aki Mátyás király püspöke volt, akárcsak a kenyérmezei csata hősét, Bátori Istvánt. A különleges látásmóddal megalkotott bronzszobrok némelyike egy betonfalból lép elő. A betonfalat még egy kicsit tovább fogjuk gondolni, ahhoz, hogy még érthetőbb legyen az emberek számára, mert ez a jelenet ugye egy történelmi jelenet. A történelem fogságából kerülnek elő ezek a személyiségek, ezek a figurák, ezek a szobrok, aztán eltűnnek az idő ködébe, az idő homályába. Tulajdonképpen ez az ideológiája ennek a jelenetnek, ami mondom, annyira egyedülálló, hogy Magyarországon nem nagyon van ilyen. Természetesen lehet találni a világban hasonló témákat, vagy hasonló látásmódot, de itthon nagy bátorsággal talán én használtam ezeket most először. A kibővített várostörténeti sétány átadó ünnepségén Máté Antal, a város polgármestere úgy fogalmazott, a mostani beruházás egy olyan nagyszabású zöld fejlesztés eredménye, amely egyben a város csapadékvíz elvezetés problémáját is megoldotta, emellett közlekedési és gazdasági beruházást is jelentett. Ez egy nagy kiemelt zászlóshajó projekt, egy román-magyar határon átnyúló együttműködésnek, amelyben a kedvezményezett a vármegyeünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat volt. Ennek egy projekteleme volt itt Nyírbátorban, ami nagyságrendileg 400 millió forintot jelentett, és ennek két eleme volt, egy a ma átadott várostörténeti sétány bővítése, és volt még egy eleme, ez a Fedeles Lovarda turisztikai fejlesztés. Ez a kettő együtt került ekkora összegbe, és az Európai Uniós támogatás jelent, kiegészítve hazai finanszírozást. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a Bátori Múzeum, a műemléktemplomok felújítása, valamint a várostörténeti sétány bővítése olyan fejlesztés együttes, amely Nyírbátor másfél évtizedes fejlődését is jelképezi. Fejlesztések sorozatával sikerült egy élhető települést, és nagy vonzó képességgel és munkahelyek ezreivel rendelkező települést közös erővel felépítenünk. Sezták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke azt mondta, a vármegyei fejlesztési tervben Nyírbátor fontos szerepet kapott. Decentrumként azonosítottuk Nyírbátort Máté Szalka és Kisvárda mellett olyan kereskedelmi és ipari központként, amely az egész térségre hatással lehet. Látszik az elhelyezkedésből, a földrajzi elhelyezkedésből, hogy nagyjából hasonló távolságra vannak Nyíregyházától, és nem a vármegye szélén vannak. Tehát a saját kis térségükben olyan vonzáskörzetet jelenthetnek, olyan munkalehetőséget jelenthetnek, amely azt jelenti a munkavállalók számára, hogy elérhető távolságban vannak a munkahelyek, nem kell órákat utazni egy ipari munkahelyért, és hát ezt a szerepkörét ezek a városok egyre inkább be is töltik. Az eseményen részt vett Fülöp Attila, a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár is. Mivel az egész teret nem tudták letakarni, jelképesen a Szent István szobor leleplezésével adták át a város új köztéri szobrait. Az államalapító szobra a sétány végén, a görög katolikus templom mellett kapott helyet.
Minden esélye megvan Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének arra, hogy növekedési pályára álljon. Erről beszélt Navracsics Tibor Nyíregyházán megyejáró útjának 15. állomásán. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter azt mondta, bizonyíték van rá, hogy a térség ki akar törni az ország legszegényebb vármegyéje pozícióból. Hozzátette, számos olyan döntés született és beruházás valósult meg az elmúlt években, amelyek eredményeként Nyíregyháza, illetve az egész vármegye egy gyorsabb növekedési pályára állhat. Önmagában Nyíregyházán már most látszik az, hogy egy nagyon dinamikus növekedést tett magáévá az elmúlt években, hiszen a megyeszékhelyek közül a 10. helyet foglalja el az egyfőre eső adóerő tekintetében, azaz a középmezőnyben van, és az új beruházások, amelyek sorban az elkövetkező időszakban majd itt megvalósulnak, véletlenül még tovább fogják erősíteni a pozícióját. Jól mutatja a már most is a nemzetgazdasághoz hozzátett javait az, hogy csak a szolidaritási hozzájárulás tekintetében 4 milliárd forintot fizet be a költségvetésbe. Ez egy olyan hozzájárulás, amellyel a felzárkózó településeket, tehát véletlenül a térség felzárkózó településeit is támogatja a megyeszékhely. Kondi parkot adtak át Nagykállóban. A Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanárai a most átadott eszközök útján igyekeznek mozgásra ösztönözni a gyerekeket. Az ülő életmód és a digitális eszközök használata jelentősen korlátozza a mindennapi mozgás minőségét és mennyiségét is. Az iskola gyermekkara nyitotta meg azt az átadó ünnepséget, mely arra hivatott, hogy hálát adjanak és megszenteljék azt a kondiparkot, amely a továbbiakban esélyt teremt a diákoknak arra, hogy a test és a szellem egyként fejlődhessen és formálódhasson. Nyíregyházi Egyházmegye, görögkatolikus egyházmegye igyekszik minden egyes intézményében a gyermekek számára biztosítani azt, hogy a tanulmányaik mellett itt az általános iskolában a testi fejlődésük is biztosítva legyen, ahogy szokás mondani, ugye épp testben, épp lélek. Ez a Kondi Park is azt a célt szolgálja, hogy akár a testnevelés órán, akár óraközi szünetekben, vagy azt követően is a gyerekek ki tudjanak szabadulni a zárt falak közül, és itt akkor a testi fejlődésüket, egy kis kikapcsolódást, szórakozást és lehetőséget kapjanak. Nyíregyházi Egyházmegyének tényleg kiemelten fontos az, hogy a gyermekek teljes körűen lelkük és testük egyaránt fejlődni tudjon. A testi rész persze nem azt jelenti, hogy a lélek az hátrányt szenvedne, hiszen a testnek a fejlesztése, az épp testnek a megléte az alapvetően szükséges ahhoz, hogy a gyerekek lélekben is tudjanak növekedni. Az intézmény néhány éve indította el az általános iskolai képzést. Az idejáró diákok száma meghaladja a 600 főt. A viszonylag kicsi tornaterem szűkösen tudja kiszolgálni teljes egészében az osztályok testnevelés óráit, így sürgető volt hasznos és gazdaságos megoldást találni. A statikus eszközökön számos izomerősítő gyakorlat végezhető. A gyerekek mindennapjaihoz nagyon sokat tesz hozzá, hiszen szünetekbe kijöhetnek ide a focipályára, illetve most már a Kondi Parkba is mozogni. Rendkívül fontos ez a gyerekek számára, hiszen már a felső tagozatosok is 6-7 órát töltenek az iskolapadban naponta. A testnevelés óráink megtartását is nagyban segíti, színesíti, gazdagítja, hiszen 13 féle különböző mozgásformát valósíthatnak meg a gépeken a gyerekek. Természetesen mindannyiszor pedagógus felügyelete mellett értem ezt mind a szünet idejére, mind pedig a testnevelés órákra. Szabad levegőn vannak, mozognak, kikapcsolódnak, rendkívül fontos a testi és lelki egészségük szempontjából egyaránt. A beruházás 12,5 millió forint értékű, és iskolai költségvetésből valósult meg a fenntartó Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye jóvoltából.
A közéleti kultúra fejlesztését szolgáló oktatási intézményt, jogvédő hálózatot és jótékonysági szervezetet is létrehozna a Nyírségi Civil Kontroll és Jogvédő Iroda Szabolcs-Szatmár-Berekben. Orosz Mihály Zoltán, a civil szervezet képviselője, a Vármegye háza előtt tartott tájékoztatóján többek között azt is elmondta, a június 9-i önkormányzati választásokon Nagykállóban polgármester jelöltként és egyéni listás jelöltként is indul. Emellett a vármegyei listán is szerepel a szervezet további 4 jelöltjével együtt. Mi a közéletben egy új irányvonalat szeretnénk meghonosítani, és elsősorban azt az irányvonalat, hogy ne csak a pártok torzsalkodása uralja le a magyarországi közbeszédet és közéletet, jelen esetben a megyei közgyűlést, hanem a civileknek is legyen egy alternatív lehetőségük bekerülni, és a kormánypárt és ellenzéki pártok mutyiai és torzsalkodásai mellett és helyett elsősorban egy valódi közérdekérvényesítést szeretnénk megmutatni a közvéleménynek, és nyilván Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakóinak. Nem csak megye szinten, hanem majd Nagykállóba polgármesterként is remélhetőleg. A Magyar Nemzeti Bank támogatásával rendezett konferenciát a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete. A cél az volt, hogy a hallgatók is megvitassák a mesterséges intelligencia kapcsán felmerülő legfontosabb kérdéseket. Az eseményen elhangzott, a legújabb technológia nem ismert lehetőségeket teremt, etikus alkalmazása kapcsán azonban számos kéte is felmerül. Érdeklődve figyelik a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézetének hallgatói a Magyar Nemzeti Bank támogatásával megvalósuló előadássorozatot. A Covid időszakkal egy nagyon gyors digitális transformáció ment végbe. A mesterséges intelligencia fejlődése és térhódítása pedig gyökeresen megváltoztatta a mindennapokat. Zettobájtos adatbázisok jönnek létre a digitális univerzumba. Ez lehetőséget biztosít az okos matematikusok által megért algoritmusok számára, úgynevezett mély tanulás, neurális hálók segítségével, megtanulni egy tanulóhalmaz segítségével egy problémának a feltárását és erre a megoldást. Tehát ez lenne a varázs, hogy hihetetlen adattömeg létrejött, és ez az elmúlt néhány év terméke, 2022 előtt ez rémálom lett volna, nem egészen 2 éve jelent meg a ChatGPT, a 2022 végén, ami robbanást okozott. Tehát a hétköznapi élet minden területén megjelent, a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak meg lett mutatva, hogy hogyan lehet irodalmazásra felhasználni ezt az eszközt, hogyan lehet szintetizáltatni egy általad nem ismert tevékenységet. Szoboszlai Mihály vezető közgazdasági szakértő előadásában az innováció vezérelt vállalkozásokról beszélt. Ezeket a 2009-2019-es időszakban azonosították, és a vállalkozásoknak egy olyan szűk csoportját alkotják, ahol a növekedés alapját az innováció adja. Azt kell tudni ezekről a vállalkozásokról, hogy amellett, hogy csak 1100-an működnek, hogy működtek ebben az időszakban Magyarországon, nemzetgazdasági hatásuk azok számottevő. A nemzetgazdasági beruházásoknak több mint 5%-át, a bruttó exportnak a 13%-át, és a GDP növekményének majdnem a negyedét ilyen vállalatok adták. És hát ugye, ha a nyíregyházi vonatkozás, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vonatkozás nézzük, akkor egyébként több mint 30 vállalkozás működik itt ilyen minőségben, és hát ugye szeretnénk, hogy minél több emelkedjen. Az egyetemeknek nagyon sajátos a fókusza, mivel egy ilyen innovációs központ, egy ilyen innovációs katalizátorok, a vállalkozásokkal együttműködve azt gondoljuk, hogy több ilyen vállalkozás emelhető Magyarországon, ami a későbbi 20-as évek, vagy a korai 30-as éveknek egy ilyen meghatározó növekedési motorja lehet. Angolszász világban nyugati egyetemeken már nem szentségtörés annak a felvetése, hogy az a hagyományos ismeretátadási rendszer, amit emberöltőkön keresztül használtunk, teljesen okafogyottá vált. A mesterséges intelligencia bár katalizátora lehet az innovatív működésnek és fejlődésnek, ugyanakkor hatékony és etikus alkalmazása kapcsán számos kéte is felmerül. Amikor hamis hírekkel tömjük a mesterséges intelligenciát, és végtelen ciklusba kerül, ez egy információs buborékot hoz létre, valaki kellene, hogy ezt validálja, de nem lesz rá eszköze, hiszen egy fekete dobozba a dolog be van csukva.
tehát rejtett előttünk a működési mechanizmus. Így, ha mondjuk bírósági ítéletet az ön médiából összeszedett, vagy internet összeszedett információ alapján hoznának, és sújtaná önt valami, nagyon nehéz lenne megmondani a vélelmezett adatokból, hogy ennek van-e bármilyen a mai 2024-es világ jogrendjébe illeszkedő relevanciája, vagy ez egy algoritmikus baleset. A konferencián a meghívott szakértők a mesterséges intelligencia mellett a vállalkozás és az innováció témáit is körbejárták. A megnyitón elhangzott, hogy a technológia eddig nem ismert lehetőségek körét teremti meg, ezért napjainkban egy teljesen új világgal kell szembenézni. A Bringa Piknik kerékpáros túra miatt május 25-én szombaton 9 óra 30 perctől 10 óráig útlezárások lesznek Nyíregyházán. 9 óra 37-kor a Nagyposta elől rajtolnak a bringások, a folytatásban pedig a Bethlen Gábor utca, Mező utca, Rákóczi utca és Tokaji út útvonalon haladnak. A Sirály utcánál felterelik őket a kerékpárútra, Tokaig azon közlekednek. Ezen időszak alatt a jelzett szakaszokon rendőri vezetéssel közlekednek a bringások, az autósoknak pedig félpályás út lezárásra kell számolni. A nyírszelek előtt lévő körforgalmat is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni a feltorlódott kerékpárosok miatt. A szervezők felhívják az autósok figyelmét a megnövekedett kerékpáros forgalomra. Május 25-én szombaton 9:30 és délután 2 óra között a 38-as főúton Nyíregyházától Tokaig. Sebestyén Sándor idén lenne 75 éves, ráemlékeztek Nyíregyházán a Vécsei utcai fiókönyvtárban. Közel 100 köztéri alkotást készített, melyek legtöbbje Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében látható, csak Nyíregyházán 20 van elhelyezve közülük. Az utolsó, mely posztumusz került nyilvánosságra, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár előtti ivókút, ennek szobrát fiáról mintázta. Talán nem minden Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei ember ismeri Sebestyén Sándor nevét, de alkotásait mindannyian láttuk. A szobrászművész Lónyán született, dolgozott az NDK-ban, ingázott Budapest és Nyíregyháza között, de utóbbi városban töltötte alkotó éveit, és a szakma is nyíregyháziként emlegeti. A szellemisége és amit tanított, nyomot hagyott a gyermekeiben is. Mi egy nagyon, nagyon szép gyerek volt, tudtunk magunkénak. Jó időben éltünk, jókor is, amit megtanultunk édesapámtól. Én és a húgom az, hogy a természet szeretete, az emberek tisztelete elsősorban, megkülönböztetni a jót és a rosszat, alapvető dolgok a szeretet, ezek is egy nagyon szép millióbe nőttünk föl, tehát felnőttünk mi szinte egy falu közösségben, és utána a városban laktunk, és mindenféleképpen az apai szigor az ugyanúgy jelen volt, de sokat nélkülöztünk. Apám, mivel rengeteget utazott és gyűjtötte az információkat, ezért sokszor nem volt velünk. De nem erre emlékszünk, hanem az, amikor ott volt, amikor jelen volt, és mi, mint én, mint fia, mint lány, és az összes baráti társaságom, akkori baráti társaságom neki segített. Tehát mi részt vettünk a munkáiban, a céljainak az elérésében, és ez mindenféleképpen szép emlék számunkra. Sebestyén Sándor fiáról mintázta utolsó köztéri alkotását, a megyei és városi könyvtár előtt látható kisfiút, aki papírrepülőt tart a kezében, szimbolizálva ezzel a gyermeki vágyakozást és a szabadság szeretetét. A Sanyika jövő című bronz ivókút egy azon 20 alkotás közül, amely Nyíregyházán található. De vármegye szerte találkozhatunk műveivel, hiszen közel 100 köztéri alkotást készített. És mint az emlékezésen elhangzott, az ember addig él, amíg emlékeznek rá. Lónyáról indult, és most itt vagyunk Nyíregyházán, most ugye a Nyíregyházi értéktárba bekerült a munkássága, de azt hiszem, hogy ettől sokkal fontosabb az, hogy ezzel a lépéssel, ezzel egy kicsit előtérbe is került. Az, ami mellett már gyakran elmentünk, hiszen számtalan helyen találkozunk alkotásaival, de lehet, hogy nem is tudtuk, hogy azt éppen Sebestyén Sándor készítette, és bízunk benne, hogy ezzel a lépéssel, hogy most a Nyíregyházi értéktárba bekerült, azért egy picit talán a köztudatba is jobban beépül az ő munkássága. Bár amilyen ember volt ő nem ezért alkotott, nem ezért élt, ő valóban a közösségnek szeretett volna átadni valamit abból, amit ő kapott, de mindenképpen azt szeretnénk, hogy ez a mostani lépés, ez szimbolikus lépés ugyan, de megerősítse azt az üzenetet és azt a munkásságot, amit ő hátrahagyott. Baracsi Endre hozzátette, a vármegyei értéktárba is várják a javaslatot, Sebestyén Sándor munkásságának és alkotásainak ott is méltó helye lenne.
Négy gólos vereséget szenvedett utolsó hazai mérkőzésén a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Tréki Tamás együttese az MB2 északkeleti csoportjának felsőházi rájátszásában a DVTK-t fogadta, és a vendégek 27-23-ra megnyerték a találkozót. A tabella 8. helyén álló nyírbátor a zárófordulóban vasárnap az 5. Gödöllőhöz látogat. Az utolsó helyezett fogadta az elsőt, így az esélyek egyértelműen a vendégek mellett szóltak. Ehhez képest az első fél időben szorosan tapadt ellenfelére a nyírbátor, 30 perc játék után mindössze egy gól volt a DVTK előnye. A második játékrészt a diósgyőriek kezdték jobban, 10 perc alatt 6 gólosan ütt a két csapat közötti különbség. A folytatásban ugyan mindent megpróbáltak a bátoriak, de ez csak a tisztes vereséghez volt elegendő. Úgy gondolom, hogy MF-vel veszítettük ezt a mérkőzést, tehát nyilván van az embernek hiányérzete a kihagyott helyzetek miatt, de hát ez meg volt a másik oldalon is. Tudjuk, hogy a Diósgyőr ugye a felsőbb, vagy szinte szeretne lépni, magasabb osztályba szeretne jövőre kézlabdázni, ezért nekik ugye létfontosságú volt a győzelem, és amit végül is megbeszéltünk a fiúkkal, hogy mi nekünk végül is veszíteni valónk nincs, az volt a lényeg, hogy elkerüljük azt a rengeteg lerohanás gólt, amit az idegenbeli mérkőzésen kaptuk. Azt úgy gondolom, hogy szinte hiba nélkül teljesítettük. A második fél elején volt egy ilyen 10-12 perces hullámvölgyünk, amit jól kihasznált az ellenfelünk, és gyakorlatilag utána ezt jól menedzselte, megérdemelte a győzelmet, de jár a gratuláció, úgy gondolom, a mi fiainknak is. A vendégek edzője, a korábban Nyírbátorban is dolgozó Molnár András szerint a legfontosabb az volt, hogy megszerezték a győzelmét járó 2 pontot. A hazai csapatot minden dicséret megillett, hiszen én azt gondolom, hogy úgy kézilabdáztak, ahogyan ellenünk eltett. Ezt én szerintem maximálisan kihasználták, úgyhogy azt gondolom, hogy őket tényleg gratuláció illet. Hát mi már valahogy itt az első fél időben azt gondolom, hogy mondtam a srácoknak, hogy ez magától nem fog megoldódni, tenni kell érte, hát a második fél idő elején azért hál' Istennek sikerült egy olyan különbséget kialakítani, amit azért meg tudtunk tartani a végéig, úgyhogy mindenki pályára tudott lépni. Én még egyszer mondom, a hazai csapatnak gratuláció, az enyémnek annyi, hogy egy van hátra ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, tehát nyilván ilyenkor már azt gondolom, minden lépés nehéz, azért eddig a felsőházi mérkőzéseinket nagy különbséggel tudtuk megnyerni, ez az egy ilyen kivétel van, ez már nagyon döcögős a sikeredet, lehet, hogy az az oka, hogy múlt héten nem volt mérkőzés, és nem raktam a programba edzőmérkőzést, ez lehet, hogy valahol az én hibám is, de ma közel sem voltunk olyan élesek, mint szoktunk lenni. A hazaiaknak minden lövőhelyzetét meg kellett küzdeniük az éllovas ellen. Kemény volt, fárasztó, hajtós mérkőzés volt. Hát sajnos jól is indultunk, még jól tartottuk magunkat, aztán volt a másfél időben egy gyengébb pontunk, ahol ez megbünteti magát, ki is használták az ellenfelek. Sajnos ez ennyi volt. A forduló további eredményei a következők. Hajdúböszörmény-Vác 22-29, Hajdúnánás-Gödöllő 33-29 és Hajdúszoboszló-Salgótarján 29-29. A tabella élén a már bajnok DVTK áll 24 ponttal. A 3 ponttal 8. Nyírbátor vasárnap az 5. Gödöllő otthonában zárja a bajnokságot. Híradónk végén nézzük fő híreinket ismét néhány mondatban. Fejlesztések sorozatával sikerült egy élhető települést és nagy vonzerővel, munkahelyek ezreivel rendelkező települést közös erővel felépítenünk. Ezt mondta Simon Miklós országgyűlési képviselő Nyírbátorban a kibővített várostörténeti sétány átadó ünnepségén. A papok rétjén a bátori család tagjait ábrázoló szoborcsoportot, a sétány végén pedig egy Szent István szobrot adtak át. Kondi parkot adtak át a nagykálói Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola gimnázium és kollégium udvarán. A gyarapodó iskolai létszám miatt egyre nehezebb volt megoldani a testnevelés órák logisztikáját. A fenntartó és az iskola vezetősége emellett a 21. századi megoldás mellett döntött annak érdekében, hogy továbbra is ösztönözhessék a fiatalokat az egészséges életmód kialakítására. A művészet örök, általa pedig az alkotó is örökké él. Hangzott el Nyíregyházán a Vécsei utcai fiókönyvtárban, ahol Sebestyén Sándorra emlékeztek. A szobrászművész idén lenne 75 éves, alkotásaival mai napig vármegye szerte lehet találkozni. Rövid élete és munkássága fél éve került be a Nyíregyházi települési értéktárba. Május 23-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Pinteken az összefüggőbb csapadékzóna észak-észak-kelet felé vonul, mögötte azonban erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés, és újabb hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, elsősorban észak-keleten heves zivatar sem kizárt. Legalább néhány órára azonban így is szinte mindenhol kisüt a nap. Napközben 22-24 fokot mérhetünk.